Mi a helyzet, banda? Itt Helmed beszél, és nézzétek, milyen szexi kesztyűim vannak, újak, menő mi. Igen, ezt a videót azért szeretném csinálni, mert már nyilván egy ideje nem volt videó. Erről majd későbbiekben szeretnék nektek mesélgetni. Egyelőre nem szeretném magam elüttetni, ezért itt megállunk. A Mitsubishi, menjél, nagyon jó, mehetünk. Úgyhogy rohadt meleg van, inkább főúton fogok most vlogolni, és ezt a légző cuccot itt előre el kéne zárni, így jobban halljatok. Bár mondjuk most átpozícionáltam a mikrofon, tehát kicsit feljebb van a légbeömlőtől. Nagyon remélem, hogy most jobban lehet emiatt hallani, majd a felvétel végén is ki fog az derülni. Nos, de mindegy, miért is a kesztyű, vagy miért kesztyű. Azért szeretnék nektek a kesztyűkről mesélni, illetve hogy nekem mi a helyzet a kesztyűtéren. Ugyanis már valamilyen szinten van tapasztalatom velük, nem sok. Nyilván az olcsóbb szegmensre gondolok, tehát így az olcsóbbnál is olcsóbb szegmensre. De mégis szeretnék róla mesélni. Ugye motoros kesztyűvel akkor kerültem úgymond barátságba, ismerettségbe, amikor nyilván muszáj volt a motoros vizsga letételéhez, ugye ilyen követelmény volt, hogy akkor, hogyha motorozni tanulsz, akkor legyen protektor minden őrület. Úgyhogy akkor lett az első ilyen protektoros kesztyűm is megvásárolva. Az igazából eddig rendesen tette a dolgát, tehát egy hány év volt ez, te jó ég? Három vagy négy év, nem tudom. Most már szegényként úgy feladta a harcot, hogy anyagminőségben inkább nem nagyon bízok benne, és igazából lehet, hogy még lehetne hordani, vagy kevesebb ideig szabadna ezt hordani, nem tudom, most érzem úgy, hogy eljött az ideje, és ezért vettem meg én ezt az újabb, vagy hát úgymond új kesztyűt. Megyünk? Vagy nem megyünk? Na, elindulunk, jó van akkor. És igazából milyen kesztyűvel van eddig tapasztalatom, ezt gyorsan elmondanám. Van egy ilyen régi fajta, hát nem hiszem, hogy motorosnak nevezhető, ilyen hűvösebb időben szoktam hordani, egy ilyen barna kesztyű. Nyilván ez nem motoros kesztyű, de szeretem hordani motorozásra, ugyanis érezni lehet benne a karokat, és tök jó. Ugye amellett ott van a régi textil kesztyű, ami most került leváltásra. Volt emellett még berendelve egy ilyen piros kesztyű, az ilyen, hát nyilván műbőrnek volt írva, az is egy, tehát én pár ezer forintokról beszélünk itt, ami nekem tapasztalatom van, nem kell ilyen nagy kategóriákra gondolni. Még egyszer kijelentem ezt, ez egy ilyen piros, hát semmi köze a bőrhöz, egy ilyen full gumi volt az egész, nagyon kényelmetlen volt, semmit nem éreztem benne, belerohadt a kezem, tehát azt annyira nem nagyon szerettem hordani. Az eladásra került, azt én nem is tudom nektek megmutatni. Mellette van még télire, ugye beszereztem így a barna, nem igazán motoros, na gyere akkor, ha sietsz. Mellette beszereztem egy izét, egy ilyen igazi téli motoros kesztyű. Igazából a Lidl-be vettem egy ilyen leározásnál, vagy hát tudjátok, vannak ezek a időnkénti akciók, blablabla, nem fizetett hirdetés, ne utaszígyétek. Akkor megvásároltam, van egy tök jó a mutatóujjánál, egy baloldali mutatóujjánál egy tök jó izé, egy tök jó ilyen gumilap, mint az ablaktörő lapáta izénél, akkor csinál, tudom vele törölni a izét, bukónak a plexiét, tehát tök jó. Valószínűleg tartom, hogy az a kesztyű se hivatalosan motoros kesztyű, szerintem az ilyen síeléshez lett kitalálva, mert például a síszemüveget milliárdszor jobban tudja azt izé letakarítani. Persze indulj el, amikor ide érek, mert mikor máskor. Akkor haladjál. Kétezes dízelet, mint a gyorsabb vagy, mint én. Akkor nyomasd.
Nos, és ugye most megérkezett ez a kesztyű. Ez is igazából miből-nek van híresztelve. És látjátok most, hát ilyen textiles, nagyon-nagyon olcsó műbőres megoldás. Tök jó kis védelem van az ujjaknál, meg fent a protektor, vagy ez a protektor lapszerűség is. Tök jó, hoppá. Tök közben nem figyelek, aztán már gyorsabban megyünk, mint illene egy MZ-vel. Azért nem akarok száguldozni annyira. Tehát láthatjátok, hogy ez egy ilyen olcsó, tényleg egy ilyen jó kis motoros kesztyű. A textilt azt sokkal jobban szeretem még mindig. Tehát abban pontosan érzek mindent, lehet, hogy nem véd annyira egy esetleges esésnél, mint ezek a vastagabbak. De a sokkal jobban szeretem, ugyanis ott az egész felülete légáteresztő. És itt látjátok, hogy nem feltétlenül van mindenhol légáteresztés, vannak benne ilyen kis légbeömlők, ahol érzem, hogy érkezik át a levegő, vagy érkezik be a levegő a kezemhez. Nyilván egy ilyen délutáni, napos, nagyon napos, nyárias, idős motorozásnál ez, hát elégséges, úgy mondom. Nem mondanám, hogy tök jó, mert a textil kesztyűben nyilván sokkal jobban érzem magam. Érzem, hogy ugye nagyon-nagyon melegen van a kezemnél, de annyi levegőt tud ez a kis beömlő szolgáltatni, hogy is mondjam, tehát hogy nem érzem azt, hogy épp most ott meg fog rohadni a kezem, hanem érzem, hogy ott van, de mégis tűrhetővé teszi a motorozást. A legfőbb érv a textil kesztyűk mellett ez, hogy nagyon-nagyon jól érzed benne, ebben a karokat is kicsit nehezebben érzed, nyilván hozzá lehet szokni, meg a textil kesztyű, hogyha megérkezik úgymond a boltból, vagy kiszállítják neked, akkor textilről van szó, tehát hajlik, tök jól belemegy a kezedbe, nagyon jó. Ezt a kesztyűt már még mióta használom, nem tudom, már egy két hete használom, vagy másfél hete, fél hete, fogalmam sincs. Az elején, amikor megérkezett, hát érződött rajta, hogy ugye raktáron volt, és rohadt merev volt az egész, tehát már az úgymond fizikai erőkifejtést igényelt, jó, hát nyilván nem bizony szakadt bele az ember, nem arról van szó, de az is fizikailag, vagyis mondjam, tehát úgymond kicsit zavart, hogy már ez a mozdulat is, hogy én a kart megfogom, vagy a markolatot megfogom, ez is úgymond a kesztyű erőltetése volt, mert annyira mereven meg volt, hogy ilyen volt a kesztyű. De igazából egy kis használat után, ugye, hogy kuplungoltam, stb. Ez sokkal jobban betört, úgymond, nem tudom, hogy ilyenkor pontosan mi történik, de most már sokkal lazábbnak érzem, és érzem magamba, vagy a kezembe azt a magabiztosságot, mint a textilkesztyűnél éreztem. Még az is idő volt, hogy ugye a kuplungnak az érzését úgymond megszokja, mert textilkesztyűben olyan, mintha csak úgy simán fognád meg, tehát azon nincsen baj. Viszont van egy eléggé relatíve vastag felület, amin keresztül ezt te megteszed. És ez került még úgymond időbe. De igazából most már, hogy ezt használom, teljesen jó, hozzászoktam, és bátran tudom az ilyenfajta kesztyűket is ajánlani bárkinek. Nyilván, ha esetleg hosszabb utakra mész, vagy hogy mondjam, tehát főutazol ilyenek, nem feltétlenül városozol, akkor szerintem ajánlatosabb egy ilyen fajta vastagabb, egy ilyen komolyabb kesztyűt beszerezni. Mert csak valami plusz védelmet jelent, mint a textil. Jaj, de utálom ezt az útszakaszt. De mégis érezhető benne minden. A textil kesztyű az városozásra például milliárdszor jobban kijön, hogy ugye itt a menet szél 90-nél már tudja annyira adni a levegőt, hogy tök jó legyen, de városozásnál nagyon bele tudna rohadni szerintem a kezem melegbe. Nyilván az őszies, hűvösebb időben áldani fogom én ezt a kesztyűt még, tehát akkor igazán jó érzés lesz benne motorozni, de ilyen nyári időben abszolút a textil kesztyű a legmenőbb, kivéve tényleg, hogyha az ember egy ilyen 90 fölött motorozgat, akkor hosszú utakra a biztonság miatt szerintem egy vastagabb felület szükséges a kesztyűhöz. Igazából mennyi a kis tapasztalatom a kesztyűkkel kapcsolatban. Örülök, hogy megnéztétek a videót. Köszönöm szépen a figyelmet, ne felejtjétek, instagramoljatok, lájkoljatok, motorozzatok, iratkozzatok fel, motoszlándai jelöljetek, közben kimegyek oldalra, mert nagyon vezet az a csík az út, nem tudom mennyire látszik. Úgyhogy, sziasztok! Jó idő van, hogy kedvedbe szél!
Kérdezzél, 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 kérdezzél